Sziasztok! A mai videóban ellátogatunk a Rossmannba is, hiszen tartozok nektek még a 7000 Rossmannból bevásárlós videómmal a 7000 feliratkozó óta. Már most túl vagyunk a 9000-en is, úgyhogy gondoltam, mielőtt elérjük a 10000-et, ezt ideje lenne bepótolni. Ezen kívül viszont egy másik nagyon érdekes dolgot is mutatok nektek. Szegeden bemutatom nektek a Bödön piacot. Ez ilyen kézműves vásár, és nagyon-nagyon csudi jó dolgok vannak ott is. Ha érdekel titeket, tartsatok velem! Na hát az első utam az a Bödön piacra vezetett. Egyébként az úgy néz ki, hogy a Szeged plázában két hetente, minden második héten megrendezik ezt a kis kézműves vásárt igazából, ahol mindenféle vállalkozó, magyar kézműves kis vállalkozó bemutathatja a termékeit, illetve árusít is. És ez nagyon komolyan nőtte ki magát az évek során, és nagyon-nagyon szeretem, lehet kóstolgatni, beszélni ugye azokkal, akik készítik a konkrét termékeket, és itt mindent megtaláltok, kozmetikumot is, ételeket is, sajtok, kenyér, kézműves sörtök, ez a minden, illetve egyéb más dolgok is, mint például kutyanyak, körbeg, baba dolgok, kerámia dolgok, ruhák, tehát tényleg minden, de minden nagyon kis kézzel és gondosan és szívvel lélekkel készült, úgyhogy meg is mutatom nektek, hát egy nagy élmény tényleg. Oh, so it's good.
És most idén elhatároztam, hogy a magyar, meg az ilyen naturkozmetikum, meg smink, meg ilyen dolgokra is ráfektek. Jaj, a videóimban. Úgyhogy ez most el lehet vinni egy ilyet? Hogyne, megtisztelsz. Tehát valamibe bele lehet így mászkálni az állagokat. Bele lehet mindenbe, igen. Tehát, hogyha illatozni szeretnél, akkor tudok adni, általunk lepárolt 100% tiszta illóolajat. Van ugye virágvízünk, ugye szérumozás előtt, és akkor... Nem maradtam. Hát ugye még most fejlesztjük a kis palettát, ugye minden egyedi receptúra alapján készül, és ugye van ez a levendulás kézre, lábra, könyökre, szárazabb területekre. Nagyon fincsi, jön neki levendul, az amaka van. But you cut me down. It's
Én konkrétan a bödörről ezeket értem haza, mindjárt meg is mutatom őket, igazából csak kajával. Na, de az egyik helyről ezeket mindent meg is kóstoltam, és nagyon-nagyon finomak voltak. Ez a valami finom vállalkozás, weboldala nincsen, Facebook oldala van egyébként, és levendulás eperre lekvár. Úristen, ez azért nagyon jó, azért tetszett nagyon, mert nem intenzív, túlságosan benne a levendula, nincsen szappan íze, mert ha levendulának, ha túltolod, szerintem egy kicsit az van. Viszont ez így éppen ad egy ilyen kis finom bukét, ami így nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Aztán van itt egy ilyen, hogy
gyömbéres körte. Ebben se túlságosan intenzív a gyömbér, de nagyon-nagyon-nagyon finom. Azért elég gyömbéres, de nem az a csípősen gyömbéres, vagy értitek. Nagyon finom. És a padlizsánkrém is természetesen nagyon finom volt, ezeket szereztem innenbe. A másik helyről pedig, hát az egyik az már fel van mondva, ez egy fehér boros bodza, hát ilyen dzsemféle, de igazából nem is dzsem, ilyen nem is kocsonya, én nem is tudom milyen állaga van, nem tudom, hogy látszik-e, nem merem kiönteni. Na mindegy, eszméletlen finom, nagyon. Aztán egy ilyen tök mag krémet is próbáltam, ami meg képzeljétek el, mint a csoki. Mint a csokit kellnie körülbelül a kenyérre, is iszonyat finom. És meg imádom ezeket a kis csomagolásokat is különben. Ez itt egy vörösboros málna zselé. Ezt például húshoz tervezem egyébként, nem is kenyérre vagy ilyesmi. Erre a bodzás fehérboros dologra mondta ott a hölgy, hogy például a tejberizsre, ha így pöttyintesz egy picit, és így belekavarod, így nagyon jó kis zamatot ad neki. Ezt pedig egyszer egy fancy étteremben ettem Zeller krémet köretként, és azért vásároltam meg, mert ez nekem nagyon tetszett, ez is az. Zellike a neve, tetszik ki? Ezt igazából szeretném majd hús mellé köretnek, köret kiegészítésnek, mert azért nem annyira sok, de egy ilyen kis, tudjátok, mikor ilyen kis gurmét állat csinálsz otthon, és akkor így odapöttyintesz egy pöttyben egy kis különlegességet is, na ez nagyon jó lesz arra. Na hát az az igazság, hogy ez a Bödön, ez nagyon megéri tényleg egy kirándulást, ha Szegedtől nem laktok túl messze, vagy hogyha erre jártok valaha, egyszer látogassatok el, mert szerintem nagyon-nagyon nagy élmény. Nagyon jó volt, nagyon sok mindent láttunk, nagyon jó dolgokat kipróbáltunk, megkóstoltunk. Na de most akkor térjük át a rossz marra. A rossz manban, hát az az igazság, hogy igaz, hogy most már 7000-re nőtt a keret, 5000-ről, ugye 5000-nél kezdtem el ezt a hagyományt, és akkor úgy terveztem, hogy minden 1000-nél majd lesz ilyen bevásárlás, de olyan gyorsan jött el a 9000, hogy nem volt időm megcsinálni a 7-es és a 8000-es, meg a 9000-est, majd azokat is pódlom. De az az igazság, hogy szerintem, nem tudom, hogy mit tapasztaltok, drogériás sminkárban volt olyan nagyon nagy áremelkedés, mint minden másban, mert én annyira talán nem látom, viszont, meg rengeteg kedvezményem folyamatosan, de a 7000 még mindig nem az a keret, amivel nagyon könnyű gazdálkodni, tehát ott még mindig nagyon megalkubos, hogy valamit ki kell hagyni, illetve az még mindig olyan, hogy nagyon okosan kellett döntenem, hogy egy terméket több funkcióra hogyan tudok felhasználni. De mondjuk ettől izgalmas. Na de nézzük, mire jutottam. Na, hát ezúttal nem a szokásos rossz mamban voltam, és itt van Evelyn állvány, úgyhogy terveztem valamit onnan választani, persze csak a kivitelezhető, mert ugye 7000 forintból kell a teljes sminkemet megoldani. A Rival állványnál reménykedtem még, hogy találok a Frosty kollekcióból esetleg valamit, de mire ideértem, lerabolták. De képzeljétek el, Kincses Nikitől kaptam ajándékba ebből a csillámos spirálból, úgyhogy majd kipróbáljuk. Hát az Evelyn Alványnál először az alapozókat néztem, hisz alapozó nélkül azért nincs smink. Meg is akadt a szemem, képzétek el, egy Bio CC krémem. Valaki próbálta már ezt esetleg? Gondoltam, ez annyiból jó lehet esetleg, hogy lehagyhatnám a púdert is, és arra se kéne költeni, hogyha lájtos, de tartós. Majd meglátjuk. Egyébként nézegettem, ez a 04 bézs esetleg jó árnyalat is lehetne. És nézzétek, csak mikor kikentem a kezemre, akkor vettem észre, hogy ez is fehér, aztán mikor eldolgozott testszínű lesz, akár a gos, amivel tudom, még lógok, pszt, erről ne beszéljünk. Egyébként a 2699-es árával abszolút belefér a 7000-es keretembe, viszont aztán a pudereket is néztem, de azok olyan drágák, ha a büdzsében akarok maradni, pedig még nagy akciók is voltak, de hogyha a 2-3 ezret puderre szánom, minden másra alig marad, hogyha a CC krémmel összeadjuk, akkor ugye az már olyan 5000 körül van, és hát a 7000-ből az azért elég nagy, hogy még mást nem is vettem.
Na, hát viszont találtam egy érdekes hipoallergén márkát, na ezt sem próbáltam még, de ez a púder, hát ezt egyszer ki kell próbálni. Valaki próbálta már? Hát milyen gyönyörű, belenyúlni is nagyon kellemes volt, még szemhéjpúdernek is jól lehetett volna, és akkor nem kell palettát vennem, de az a baj, hogy ez túl fényes az én bőrömre. Na mindegy, ezt fájó szívvel itt hagytam, nem tudom, valaki használta már, olyan, mint a tündérpor. Két árnyalatban van ráadásul, egyik szebb, mint a másik, és ez a mintázat is, kicsit bánom, hogy ebből végül nem vettem. Na mindegy, ezt még egyszer muszáj lesz majd kipróbálni, vagy én nem is tudom. De írjátok meg, hogy esetleg ti már használtátok-e már. Na mindegy, ezt a sóvárgás befejezve, irány a tovább. Beugrott, hogy a Rivának viszont van egy palettája, amit kerülgettem még megjelenése óta. És ez akár jó is lehet, nem? Mert ebben kihasználható színek vannak, akár kontúrnak, akár pirosítónak, de highlighternek is el tudnám képzelni. Sőt, ha nagyon-nagyon erőltetjük, talán még púderiznek is szóba jöhet az egyik szín. Az ára pedig rettentő baráti a maga 1999-es árával. Bele is nyúlkáltam a teszterbe, azt néztem, hogy tényleg esetleg lehetséges, hogy púdernek is talán jó lehet az egyik. Úgyhogy úgy voltam, hogy egyszer érünk, próbáljuk, meg végül is emellett döntöttem, az ára meg nagyon belefér a büdzsébe, úgyhogy ez jó lesz. Meg pirosítót azt is biztos voltam benne, hogy ki tudom váltani, úgyhogy hát ez szerintem valószínűleg úgy gondoltam, hogy jó döntés. Na aztán számoljunk, CC krém 2699, paletta 1999, 15% rosszmankártyás kedvezmény az 4000 körül van, úgyhogy ez tök jó. 3000 maradt a szempilla spirálra, szájra, szemöldökre, esetleg szemceruzára. Hát a spirálért a Miss Sportyhoz mentem, mert múltkor megvettem egy sárgát, amit nagyon sokan ajánlottatok, és kiderült, hogy nyilván a másik sárgát vettem meg, ti emelre gondoltatok, úgyhogy ha fene-fenét ezik is, én ezt most meg akartam be. Lenni. Hát 1499 forinttal nem ez a legolcsóbb spirál a boltban, de gondoltam ezt valahogy bele fogom a büdzsébe sűríteni. És egyébként ott tartunk, hogy 2699 CC-krém, 1999 paletta, 1490 a spirál, és akkor a mínusz 15% kedvezmény még egészen jó szerintem, de azért még kell egy jó pár dolog. Na, a következő tervem az volt, hogy szemöldök termékkel oldom meg a tust, vagy szemceruza kérdést is, és ez a rimmel érdekelt volna korábban, és így gondoltam, ez jó lesz. Két vége van, egy kefe és egy éles szemceruza, vagyis a szemöldökceruza akció is volt rá, 1999 volt az ára, úgyhogy akár lehet, hogy belefér a büdzsébe. Szájterméket is keresgéltem, a legolcsóbb rúzs nagyjából a Rival Loves Me-nek van, 949 forinttal, hát akkor ez most nekem jó az, úgyhogy elkezdtem a palettákhoz, vagy mi a palettához színeket is keresgélni. Hát próbáltam egy viszonylag átlagos nudot találni, kikenegettem párat, és végül aztán ezt a 11-es Desert Storm nevűt választottam. Hát ezt majd meglátjuk, ki fogjuk próbálni, itt van kikenve, mindjárt mutatom. Ez lenne az. Hát ez olyan átlagos, szerintem jó ez. Na, az egyetlen baj az volt, hogy viszont a matek nem jött ki, valamit elkalkuláltam, ugye 2699 volt a CC krém, ehhez jött a paletta 1999, utána pedig a szempilla spirál, az 1499, meg a rimmel szemöldök az 1999, és ez már valahogy nem tudom, még erre jött a rúzs is, de ez már eleve 8196 volt, és akkor még erre a rúzs az 949, és akkor itt már nagyon túlléptük még akkor is a keretet, hogyha levonom a kedvezményt, ugye itt 773 forinttal túlcsúsztunk, úgyhogy újra az egész. Hát vissza is raktam a szemöldökceruzát a rimmel állványra, ez 1999 forint volt, azaz ebből kb. 800-at le kellett faragnom. Hát így jobb hiány elindultam az 1000 alatti szemceruzákat megkeresni, vagy 1000 körülieket. A kettő szemceruzáit nagyon szeretem, árva is jó lett volna, de sajnos nem találtam elég jó árnyalatot, ami a szemöldökre is jó lett volna, hogy akkor kettőim van. Viszont felfedeztem ezt a szemöldök alkalmatosságot, ami hasonló a rimmelhez. És akkor azt gondoltam, hogy oké, most már tovább nem keresgélek, ez jó lesz. Na és akkor nézzük, hogy miből érünk, szóval volt itt egy 2699 forintos CC krém,
Ehhez jött ugye hozzá a paletta, ami 1999 forint volt, a szempilla spirál, ami 1499, ennek örülök, hogy ezt nem kellett másikra cserélnem, mert ezt ki akarom próbálni, rúzs 949 forintért, és szemöldök termék szintén 900 valahány forintért. Igazából még el sem értem, a 7500-6800 lett. Na hát, hazaértem, és akkor most már itt leteszteljük, hogy mire jutottam, és hogy mire elég ez a pásmim termék. Tehát akkor nézzük át újra, hogy mi van itt. Ugye van egy CC krémünk, ez egy Evelines CC krém, és ennek nagyon örülök, mert Evelin termékeket majd szeretnék többet tesztelni idén. Tavaly nem olyan túl sok lehetőségem volt, csak egy videót készítettem vele. Ez a 04 bézs árnyalat, és egyébként SPF 15-ös, tehát legalább ebben is van némi fényvédő. Én ettől nem várok teljes nagy fedést nyilván, hiszen ez egy CC krém, viszont blur effekt és velvet finisha van elvileg, és van benne hialuron is. Meg bio aloe vera, vitamin A és C, mineral pigment. Ez egyébként így tök jól hangzik. Na de majd ki, magical CC krém aloe vera kivonatta. A krém simává, hidratáltabbá és ragyogóbbá varázsolja arcát. Nagy meglátjuk. Viszont sajnos a púdert azt kihagytam. Hát esetleg, nem, azt nézem, hogy ez púdernek elhasználható, de majd megnézem, ami ebben van, mert viszont hát meg kellett alkudni megint, ez a paletta csak 1999, még teljes áron is, és ugye elhasználtam 15%-os Rossmann kupont, ennél olcsóbban már tényleg elég nehéz megoldani azt, hogy legyen pirosítom, kontúrom, bronzosítom, és még szemhéjfestékem is, és én ezt, meg highlighter is, majdnem kihagytam, és én ezt ebből a palettából szeretném mindet megoldani, ami a 01 Boho névre hallgat, a Rival Loves Me Eyeshadow Collection-ből. Meg fogjuk nézni mindjárt ezt is, hát majd meglátjuk. Aztán ugye még ami itt van, ami több funkciós lesz, az az Eye Pro Pencil, én őt fogom használni szemceruzának is, ez pedig így néz ki, ez a 025 Perfect Brown, a Catrice-től Eyebrow Stylist Waterproof Pencil. Igen, és akkor még ugye van egy ilyen rúzsunk a Rivától, ez pedig a 11-es, igen, Desert Storm, és egy szempilla spirál, ami sportital, és akkor reméljük, erre gondoltatok, ugye, akik írtátok, hogy a sárga az, amit érdemes kipróbálni, remélem, hogy ez az, most már végre megnézzük. Na de akkor kezdjük a CC krémnél. A halfát is. Már szint akkor legalább. Törzsöd. Törzsöd. Az egyik oldalon én ezt megpróbálom kézzel is felrakni, a másik oldalon pedig ecsettel. Ja, még nincs is kibontva. Ahogy szoktam. Ennek az volt az érdekessége, hogyha emlékeztek, mutattam nektek, hogy fehér volt, és igen, tudom, még korsalapozót a Kamillaont még mindig nem hoztam videóra, de a bőrömmel érintkezve utána viszont változik a színe. Na nézzük. Hú, felkelni ilyen jó kis ragacsos, zsíros krémérzete van. Nézzük, hogy egyáltalán hat-e bármit. Fed-e bármit. Egyelőre piros vagyok, de az csak azért van, nem a CC-krém hibája, mert bármitől bepirosodok, ami, kicsit rakjunk többet, ami azzal jár, hogy bedörzsölöm az arcomba, úgyhogy azt ne a CC-krém rovására írjátok. Milyen érdekes dolog ez egyébként, hogy így eltűnik a fehérsége. Egyébként tök jól felrakható szerintem, így legalábbis érzetre új beggyel, ami jó. És teljesen, abszolút eltűnik. Viszont nem tudom, hogy mennyire egységesít. Egységesebb ez az oldalam? Ti láttok valamit? Most egyelőre én annyira nem érzem, hogy hatása is lenne, vagy fedése. Persze, ennek nem az a lényege, ez nem egy alapozó. Ez egy CC krém.
Meg attól félek, hogy szerintem nekem lepuderázés nélkül ez egy kicsit csucsogós is lenne később. Viszont a puder nem fér bele a 7000-es büdzsében, ahogy most gazdálkodtam. És azt hiszem, hogy a pirosságaimra, ha még rakok egy kicsit, akkor egy kicsit több fedést tudok elérni, így új bedgyel. Egyébként meg nem rossz. Ja, és korrektort se vettem tényleg, úgyhogy ide is rakok. Mondjuk annyi, hogy én a korrektort viszonylag könnyen le tudom spórolni, mert ugye nem annyira nagyon van itt mit fedni. Hál' Istennek. Úgyhogy én ilyen szempontból szerencsés vagyok. Na, azért szebb, nem? Ez arra, hogy nem is vagyok kisminkelve, de szebbnek érezzem magam. Arra azért jó, azért szebb. Ez az egyik, amin van. És ez a másik, amin nincs. Azért szebb. Viszont szebb, igen. De nem teljesedésű egyértelműen, de egy cc-kremnek nem is kéne aznak lennie. Én nem is értem az It Cosmetics például, hogy az miért annyira. Most nézzük meg, magas fedésű. Nézzük meg, hogy milyen hajcsettel viszem fel. Egy kabuki alapozó a csettel. Őszintén, ez majdhogy nem jó volt. Kellemesebb érzés volt felvinni új begye, ez teljesen jó volt. Ez lehet, hogy ha használni fogom máskor is, akkor úgy fogom. Amúgy tök jó kis illata van. Nem tudom, hogy esetleg nagyobb fedést el tudunk elérni, mert így lehet, hogy nagyobb fedést tudsz elérni, ha így rátapogatod kabuki a csettel. Nekem ez nyáron önmagában biztos, hogy nem lenne jó, most télen esetleg lehetséges, mert ilyenkor ugye nem izzadok azért úgy napközben, viszont azért elég fényes zsírosbőrűeknek szerintem túl fényes. Vagy hát le kell puderelni, de puder nincs a büdzsénkben, úgyhogy most ezt nem tudom megtenni. Ezt nem is tudom, kifejtettem rendesen, hogy az volt a lényeg, hogy mindenképpen 7000 forintban maradjak benne a videónak. Hát igen, nekem ez egy kicsit túl csucsogos. Viszont, aki nem akar nagy fedést, annak szimpatikus lehet. Azért itt át sejlenek a pirosságaim. Érzésen nem is érzem csucsogósnak, vagy soknak különben olyan nagyon, inkább csak úgy ránézésből. A pórusaimon tényleg van egy kis blur effektje. Az se rossz. Na, majd meglátjuk. Egyébként... Nem tudom. Mit látok? Mit látok? Én most nem tudom eldönteni. Azért lett egy szebbetséges bőröm. Azért járt sokkal szebb tényleg. De jó. Na, térhetünk át a kontúrra. Hát nem tudom, ezen mennyire zsíros ahhoz, hogy ezzel kontúrozzak rajta, de ki fogjuk próbálni. Egyébként gyorsan szvacsoljuk már le ezt a palettát, csak hogy egyébként milyenek a színei. Van egy ilyen abszolút púderes, különben lehet, hogy a fényesedő részeimre megpróbálhatnám, mert nem annyira fényes. Nem is teljesen matt, ilyen szemimat, de ilyen kis natural glow-nak jó lehet akár. Úgyhogy lehet, hogy mindjárt kipróbálom, ha már így itt vagyunk. Ez kontúrnak abszolút jó lehet szerintem. Aztán van egy fényes szín benne. Ez nagyon szépen fogott. Nagyon kis egyszerű, nagyszerű. Hopp, ezt meg elrontottam. Ez is szép. Egyébként a háttérben néha hallhatjátok a kis makimat, mert most sajnos nem tudott bölcsőbe menni, mert begyulladt a szeme, úgyhogy most így kell videóznom, sorry. Ez egy egészen kis alappaletta, de nekem most az kellett. Na tudjátok mit? Akkor kíváncsiságból egy púderecsettel belenyúlok ebbe a
kicsit, hát ilyen szaténfényű színbe, és megnézem, hogy pudernek milyen lesz. Ha nem lesz jó, hát nem lesz jó, most igazából teljesen mindegy. Ez csillámos is. Hú, ebben lehet, hogy vannak pici csillámkák. De akkor is mattabb lett az arcom, viszont képzeljétek, vannak benne pici csillámkák, amik most így az egész arcomra felkerültek, de hát az kit zavar. Viszont mattabb lett az összkép, és szerintem így szebb. Így tényleg ilyen szaténfényű lett. Még a végén ezt elkezdem púdernek használni, halljátok. De jó. Ez egész jó. Nem tudom, ti mit láttok belőle, de most ilyen kis sejem fényű lett az egész. De jó. Halljátok, nekem ez tetszik. Persze nyáron 40 fokban nem, mert ez is túl izzadós lenne nyilván, de jó. Ti is látjátok? Nem tudom, hogy csillámkákat látjátok-e. De a csillámkák egyébként nem annyira zavaróak nekem, tehát én, aki szeretek mindenhol csillagni, meg olyat is szoktam csinálni, egy magamra szóró csillámport, porcukra szorosan, azt nem zavarja. Eddig jó. Szerintem jó haladunk. Nézzük meg a kontúrt. A kontúrozáshoz a Turbo Stima Face Brush-t fogom használni, és ezt az színt. Nézzük. Szerintem egészen jó lehet ez is ilyen kis alapnak. Tehát nyilván most ilyen kis egyszerű smink a célunk. Nem életed legnagyobb bál is sminkje. És szerintem egész jó ez a szín is. Halljátok, még a végén egész jó lesz a sminkem. Érdekes, hogy szerintem eddig mindegyik videót tök jól sikerült megoldani. És ez oké, hogy én is kitaláltam viszonylag jól őket, de ez azt is jelenti, hogy tök jól lehet boldogulni a drogériás sminkekkel, akkor is, hogyha több funkcióra szeretném használni. Mert azért most már ez volt egy 5000-es, ezt egy kicsit túltatom, volt egy 5000-es, volt egy 6000-es, ez most a 7000-es, és szerintem egész jók vagyunk. Ez is jól fog sikerülni viszonylag, remélem. Ez kontúrozásra egészen jó szín. Igazából mondjuk nem feltétlenül akarsz olyan hatalmas kontúrt, ha csak CC krémet raksz, ez egyértelmű. Szerintem egy jó is. Nem, nekem tetszik. Ezt mondhatjuk, hogy bevált erre. Jó. Következő pirosító lesz, ebből fogok vinni pirosításra. Hát ez egy jó sötét szín, viszont nekem van ilyen színű pirosítóm, és én ezeket szeretem, de megpróbálom csak így óvatosan először. Oké, leszedjük. És ide még egy kicsit tapogatok vele. Ez nagyon erős. Nagyon kevés kellett, de ez azt jelenti, hogy tudom pirosításra használni viszont. Csak óvatosabban kell legközelebb még ennél is. Szerintem eddig tök jók vagyunk. Halljátok? Szerintem. Rátérhetünk a szemöldökömre ezek után, ami viszont ugye ezzel a Catrice Brow Eyebrow Stylist, igen, dologgal fog megtörténni, a színe pedig már mondtam, de mi is volt? 0-25 Perfect Brown. Na nézzük, hát igen, barna, remélem nem fog nagyon elütni a szemöldökömtől. Én csak egy ilyen kis természetes kiegészítést szeretnék vele csinálni. És arra szerintem jó lesz. Annyira viszont mindenhol, nem csak a lyukaknál átszínezem, hogy ne üssön el nagyon a fekete hajamtól, de ugye nem tudtam... Jobb ötletem nem volt, hogy milyen termékkel egészítsem ki. A spirált most nem akartam kihagyni, mert az egyik videómban kihagytam, és eyelinerrel spiráloztam, és akkor megfogadtam, hogy jó, a spirált azt sose hagyjuk ki, mert azt azért körülményes jól megcsinálni, ha nincsen spirálod. Akkor már inkább kihagyom tényleg a púdert, vagy valami olyat, ami kevésbé szenvedős, ha nincs. Szerintem ez így egész jó. Ez így egész jó. Ah, még egy kicsit így át is
fésülgetem, és akkor itt még egy kicsit trendivé is tudom tenni, hogyha fölfele berendezem. De egyébként tényleg. De jó. Hát a tartóságát nem tudom, mert ugye most használom először, de egyébként nem rossz szerintem. Szerintem egész jó lett. Hát sajnos szemhéj alapunk nincs, úgyhogy egy nagyon minimálisat ebből fogok felrakni. Hát a CC-krém nem igazán alkalmas szemhéj alapnak, de nagyon pici kis tapadásért, plusz tapadásért felrakom, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Ennyiből jobb, hogyha korrektort vagy alapozót választok, ugye? Azokat se szeretem kifejezetten szemhéj alapnak, mert azért biztosabb egy direkt szemhéj alap, de hát meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Ennek azért meg kell nézni a tartóságát a végére. A lényeg szerintem ilyenkor, és bármilyen szemhéj alapnál amúgy, hogy ugye azt tudjuk, hogy a krémes dologban a por jobban tapad, de a krém meg a zsíros, úgymond zsíros, akkor se volt tisztítva, bőrödön meg el tud csúszni, be tud gyűrődni. Úgyhogy nagyon-nagyon lájtosat és keveset rakok. Tényleg csak éppen annyit, hogy legyen egy ilyen kis ragacsos felülete, amiben a por jobban meg tud tapadni, és a por megfixálja a krémet, és az le tudja odafixálni, hogyha nem túl vastag a krém, mert minél vastagabb, annál jobban meg tud gyűrődni. Tehát, hogy ilyen szempontból akár ez is működhet, de majd meglátjuk. Úgyhogy nem is fogom túl bonyolítani nyilván a sminket. Ezt már használtuk pudernek, ezt kontúrnak, ezt pirosítónak, úgyhogy gondoltam, ezeket még próbáljuk ki valahogyan. Sőt, tudjátok mit? Annyit fogok csinálni, hogy egy darab satírozó, egy small blending brush-t fogok hozni, hogy tényleg csak nagyon egyszerű legyen. A Turbo Steamer Small Blending Brush-t, a kicsi fejű satírozó ecsettel fogok ezzel egy picit a mélyítőbe rakni. Tényleg nem sokat. Jesszus, viszont nagyon pigmentált ez a paletta. Nagyon. Viszont az jó hír, hogy ez is egy kicsit krémes, így kevésbé porolódik le. És talán tartósabban itt is tud maradni. Tényleg csak olyan nagyon picike kis satírt szerettem volna ide tenni. Csak úgy éppen, hogy árnyék legyen, de ahhoz képest mondjuk elég intenzív is lett. Meg ide is. Tényleg ilyen kis szaladós mink. Amikor már eldolgoztam, és alig van az ecseten, akkor kifele is egy kicsit eldolgozgatom. Így. És erre csak új vegyel fogok még egy szint felrakni, és hello, meg a ceruzát. És akkor ezzel a színnel csak úgy új begyel fogok még egy pöttyet ide rakni, így inkább középre. Ez azt hittem egy kicsit rózsaszínesebb. Na hát, ez egy tök barack. Most így a hajgomim totál nem élik hozzá. Na mindegy, azt nézitek el nekem. Általában össze szoktam nagyon válogatni így a dolgaimat, de az az igazság, hogy egy kicsit benéztem ezt a színt most. Valamilyen rózsaszínemnek éreztem, de ez egy full aranyos. Most már aranynak váltom. Vagy bronzos aranyos valami. Na mindegy, de egyébként szép. Így felrakom ide, és ennyi. Annyi még, hogy egy kicsike kis ceruzát fogok rávinni. Azt se viszem olyan nagyon-nagyon túlzásba, csak egy picit ide. Meg egy kicsit alulra, csak így a végébe egy kicsike kontrasztot adni. Ez tényleg egy ilyen kis munkába menős reggel feldobom smink lesz, csak így ide. Meg a vízvonalra nagyon picit. Egy. Egyébként szép színe van ennek itt olyan kis különleges árnyalat, szerintem. Szép. Na és akkor nézzük meg hozzá még ezt a Miss Porti szempilla spirált, amire most már nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. 001 a black az árnyalata, és ilyen a feje. Az ilyen fejet nem annyira szoktam szeretni, de ettől függetlenül még lehet jó. Egyébként ezt nagyon sokan ajánlottátok. Jesszus, milyen hossz csinál! Azt a mindenit! Ja. Figyeljetek csak, ezt a szempillámat megcsinálom külön.
Csak hogy lássátok a másikhoz képest a különbséget. Mert ez brutál. Aszta! És az egy réteg. Nagyon durva. Ez durva. Hát ez tényleg durva. Ez tényleg ezerszer jobb, mint a másik sárga volt. Most már értem, hogy miért ajánlottátok annyian. Ez tényleg durva. Careful with your pretty eyes and run with me, you're the cause you and I are a secret. Na annyi, hogy brutál hosszúakat csinál, és egyébként egész jó kis volument is ad neki az alsó, de nekem egy kicsit olyan pókhálós érzés, egy kicsit sok helyen így összetapad, meg ilyen kis, hát, hagy ilyen kis pöttyöket is, ilyen kis összeállt részeket, úgyhogy az én szempillám szerintem nem annyira szép ezzel, például a Rimmel ugye sokkal szebben berendezi, meg hát ugye, amit mindig emlegetek, Pat Magrat, meg a Pupa is nagyon szép volument ad, és ível is, de egyébként ezek kívül amúgy nem rossz, és egyébként látványos is, és az áráért meg egyébként nagyon jó szerintem, tekintve, hogy ugye a kedvenceim, amiket emlegetni szoktam, az azért nem 1400 forintba kerülnek. Na, és akkor itt van még ez a kis rúzs, egyébként ezek a Rivel rúzsok is szerintem olyan kis átlag rúzsnak olyan kis korrektek, és még felraknom, és akkor a számon is lesz valami. Egyébként ez egy teki a kis hétköznapi szín amúgy. Tudjátok, ez a nem olyan atomtartós, de tükör nélkül is rámersz igazítani, nem sajnálod a táskába bedobni, és a hétköznapokon tök jó. És remélem, ebből értettetek bármit is, hogy így rúzsozás közben mondtam. Na, és akkor gyakorlatilag készen van a sminkem. Az egy picit rózsaszínebb, mint hittem, ez azt hittem, hogy picivel barnább lesz. Ez meg azt hittem, hogy egy picit rózsaszínebb lesz. Úgyhogy nem annyira illik össze, arra gudjatok emiatt. Viszont nyilván lehetett volna más tint választani az árán, attól függetlenül nem változtat. Your skin, 'cause honestly, let's hold our breath, this is so real, just you and me with the skate girl tonight. Na de nézzünk akkor egy végeredmény meg összegzést. Na, hát én összességében ismét elégedett vagyok, szerintem egész jól kikalkuláltam a dolgokat, viszont egy dolog, amit megjegyeznék, ez az Evelyn CC krém is nekem szimpatikus, szerintem tök jó lehet, szárazabb bőrön, tehát kombinált meg zsíros bőrre, főleg nem nyáron nem merném használni, az az igazság, főleg nem púder nélkül, megfelelő púderezéssel egyébként lehet, hogy igen, viszont nekem tetszik ez, amit most itt csináltam ezzel a púderrel, tehát ezzel a szemfélyfestékkel, hogy ilyen kis szatén fénye lett az egésznek, de természetesen ezt sem merném azért mondjuk melegebb napokon így használni, mert azért ez hamar csucsogós érzetű lesz rajtam. De ez nyilván az én bőrömre igaz, hogyha valakinek szárazabb a bőre, vagy kevésbé ízadásra hajlamos, akkor akár jó is lehet, akár még ebben a kombóban is egyébként. Viszont azt megállapítottam, hogy ehhez már egyébként nem raknék föl plusz pirosítást nagyon, mert amúgy sem tüntette el teljesen a pirosságaimat, és ha még rá is pirosítok, akkor a kettő felerősíti egymást, és akkor még jobban látszik a kis pirosságom. Viszont egyébként szerintem, hogyha nem ennyire kritikus szemmel nézed, akkor amúgy meg szerintem nem is lett rossz, tehát főleg nem ilyen hétköznap reggel földobom, és nem akartam rá sokat költeni, sem meg sok időt se tölteni, arra egyébként meg szerintem tök jó. Egyébként. Meg úgy minden mással is elégedett vagyok, a
Cserepilla spirál, ugye, amit mondtam, az nekem egy kicsit pókhálós azért, de valóban sokkal jobb, mint a másik sárga volt, és most már értem, hogy sokan miért szeretik, biztos, hogy nem mindenkinek egyformán működik a szempilláján sem. Na, hát írjátok meg kommentben, hogy egyébként nektek hogy tetszik a végeredmény, hogy tetszik a sminkem, és hogy valamelyik terméket próbáltátok-e már, illetve hogy tetszik nektek ez a videótípus. Ugye a 8000-rel meg a 9000-rel is el vagyok maradva, úgyhogy igyekszem még a 10000 elérése előtt azokat is teljesíteni. És köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, iratkozzatok fel csatornámra, ha még nem tettétek meg. Ha szeretnétek támogatni csatornámat, a videó alatti köszönet funkcióval megtehetitek, illetve nagyon hálás vagyok minden kommentért és lájkért. Legyen csodás napotok, sziasztok! Muah!